Sziasztok! Ezúttal akkor elfestménnyel jelentkezem, és egyúttal arra gondoltam, hogy ez egy történelmi pillanat lesz, ugyanis szeretném nektek bejelenteni, hogy elkezdtem az első mesekönyvem illusztrálását és akik már követnek Instagramon, Oszlánszki néven található a profilom, azok már tudják egy ideje, hogy a színezőkönyv után ugye a mesekönyvem illusztrálását is elkezdtem először csak graficzeruzával, és most jött el a pillanat, hogy ki is színezem őket, és ehhez a Talensnek az Art Creation akkor elfestékét használom, amit ugye egy ideje már tesztelgetek, de úgy gondoltam, hogy ideje így élesben nektek is megmutatni, és azt kell mondjam, hogy én elégedett vagyok ezzel a festékkel. Ugye az elején kicsit meglepődtem azon, hogy van egy ilyen olajos réteg a tubusban, de amint azt megszoktam, hogy némelyiknél jelentkezik, igazából semmi különösebb probléma nincs vele, csak, csak ez így, hogyha netán találkoztok hogy ti is ilyen dologgal, ne jegyetek meg, nem romlott a festék, vagy ilyesmi. Csak ez valószínűleg egy kémiai reakció. Úgyhogy szimplán össze kell keverni kis vízzel, és már mehet is a pacsmagolás. Ugye az első festmény a rókáról és a csibéről készül. Nagyon igyekszem egyformára elkészíteni a rajzokat, ami igazán nehéznek bizonyul. Ezért is gondoltam azt, hogy most ezt a mesekönyvet ugye ezzel az egy festék típussal viszem végig, mert nagyon fontos, hogy ugyanazok legyenek a színek, és bízom benne, hogy a technikában, az alkalmazott technikában is hasonló lesz, mindvégig. Ugye ez viszonylag nagy rajz, a többiben viszont a róka például szerepel egész kis is, és na, ott kaland lesz, hogy ilyen a pacárságot kialakítani. Nyilván ugyanúgy nem fog sikerülni, tehát nem fognak ugyanoda kerülni, viszont maga a technika az, hogy ilyen elfolyatós és ilyen, én nem tudom, tényleg ez a pacás dolog, ez mindegyiknél jelen fog lenni. A szín intenzitáson majd még kiderül, mennyit tudok módosítani, de nem bízom benne, hogy sikerül a végeredmény ilyen ilyen kicsit különlegesebb hatású legyen. Amit tudni kell erről az akvarell technikáról, ugye gyakran írtok rám, hogy készítsek már videót róla, és bocs, hogy eddig nem de majd igyekszem innentől a kezdve kicsit részletesebben is bemutatni, hogyan kell akvarellel ezt az elfolyatós, pacsmagolós dolgot elkészíteni. De azt láthatjátok, hogy az elején először is egy víz adaggal kezdtem, tiszta vízzel, végigmentem a rajzon, úgyhogy a vonalakon belül, és ezután jött az első felhigított festékréteg, majd folyamatosan és fokozatosan pakoltam rá az összes többi réteget. Ugye az akvarelnél fontos dolog, hogy először a világos színnel kezd, ahol szeretnéd, hogy világos legyen, ott azzal kell kezdeni, és úgy is kell hagyni ugye a végén, és folyamatosan építeni rá a színeket. No de én ugye szoktam kombinálni az akvarelt a guvassal. A gvasról annyit kell tudni, hogy pont fordítva van, tehát, hogy több szabadságot kapsz, mivel a fehér szint rá tud építeni a sötétre, és ez, ez aztán úgy jó érzés tud lenni. Van is egy bálnás rajzom, amin gyönyörű, gyönyörű, ahogy a fehér foltok rákerülnek az ékszinkék, vagy nem is tudom, az festékre. Instagramon, hogyha lepörgettek, meg is láthatjátok az egyik ilyen bemutató rajzomat a bálnáról. No, de visszatérünk a rókához. Itt ugye maradtam annál az akvarel technikánál, aminél ugye a világosból indulunk a sötét felé. Egy kis szálos technikát is belevittem, tehát így volt egy másik rajzom is, ahol a rókát teljes mértékben minden szőrszálát szürszál, megrajzoltam. Itt viszont csak úgy, úgy nagyjából vázlatosan próbálok valami új stílust is kialakítani, ezzel, hogy így a szeménél így nagyon sötéten és is, is és 600-szor végig mentem rajta és a többi részénél pedig ilyen kis enyhe szálas technika, és ezúttal a kontúrt is nagyon óvatosan alkalmaztam. A csibénél viszont egy kicsit intenzívebb színeket használtam, mint a fél évvel ezelőtt megrajzolt csibénél. Valahogy most nekem ez így jobban tetszett, és itt is kétféle citromsárgát használtam. Az egyik egy picit rikítóbb, az az alap, a másik pedig egy ányalattal sötétebb, és ehhez kevertem egy kis barnás szint, illetve a későbbiekben ugye a lábáról egészen így kicsit is felvittem a kis plüsös részébe a narancssárgát, és majd egy nagyon-nagyon felhikított feketét, tehát gyakorlatilag szürkét is belepocsásítottam így körbe a szárnyaihoz, nyakához ami, ami ad egy kis koszos hatást, de szerintem azzal úgy, úgy nem tudom, úgy élethűbb lesz egy picit. És mivel az asztalom, a rajzasztalom úgy volt beállítva, hogy a legyen egy picit, ezért így a, a megfolyatás is már így automatikusan így lement a csibéhez. Szóval röviden ennyi. Remélem, hogy kedvet kaptatok egy kis festegetéshez, és nem ózkodtok ettől a technikától. A későbbiekben majd még mutatok be több ilyen tippet, trükköt hogyha bármi kérdésetek van írjátok meg kommentben köszönöm szépen, hogy itt voltatok és minden megtaláltuk a leírásban az akvarellfestékről